Szabolcs-Szatmár Bereg megyét egy versenyző képviseli az augusztus 5-én kezdődő 31. nyári olimpián. A gyalogló Helebrant Máté a 20 és az 50 kilométeres távon is kivívta az indulás jogát, de Pokrovenszki József tanítványa csak a rövidebb távon áll rajthoz Rióban. A 27 éves atléta a tatai edzőtáborozást követően hazai környezetben készül, most már könnyített edzésekkel. Célja, hogy jó formáját, amit az elmúlt hétvégén 5000 méteren elért egyéni csúcsa is bizonyít, átmentse a tengeren túlra. Szerencsére nagyon jó formában vagyok, ezt alátámasztják az edzésen elért eredmények, illetve az idei verseny eredményeim. 5-10, illetve 20 km-en is egyéni csúcsot gyalogoltam, 10 km-en egy 31 éves országos csúcsot is megdöntöttem, és ezek igazából azt mutatják, hogy tényleg jó formában vagyok. Viszont majd most jön a neheze, hogy ezt a jó formát átmentsük az olimpiára. Nem lesz könnyű, ez egy 20-30%-ot jelent, mert úgy igazából át kell utazni a fél világon, meg van adva, hogy melyik nap versenyzek hány órakor, és aznap, abban a pillanatban kell a legjobbnak lenni. A 20 kilométeres gyaloglás rajtja augusztus 12-én pénteken, helyi idő szerint délután 14:30-kor lesz Rióban. Máté nem csak az ellenfelekre, hanem a várható időjárásra és a körülményekre is igyekszik felkészülni. Az időjárás az nagyon kiszámíthatatlan, szoktam nézni az előrejelzéseket, és hát annyira kiszámíthatatlan, hogy egyik nap 31 fok van, másik nap 22 fok a csúcshőmérséklet lesz, szóval ez tényleg így nem lehet megmondani, hogy pont aznap milyen meleg várható. Ott most tél van, de hát így is nagyon párás a levegő, és meleg van. A pálya meg az óceán parton van, semmi árnyék nincs, szóval arra lehet számítani, hogy meleg napos verseny lesz. Helebrant Máté számára nem lesz ismeretlen az olimpiai légkör, 2012-ben Londonban a 32. helyen végzett az 56 versenyző számláló mezőnyben. Elmondása szerint most előrébb szeretne lépni, a várhatóan több mint 80 induló között a 15.-20. hely valamelyikét célozza meg a nyíregyházi atléta.